egyik legfontosabb mondata Jehusách Másiáknak, a megváltónak, az talán Máté Jahu 5-ös fejezetben hangzik el, a 17-es versben, de el fogjuk olvasni 18-19-es. Ugyanis erre a mondatra valószínűleg több milliárd ember alapozza az ő hitét és az ő útját, amely szerint az életét éli. Sajnos azt kell mondanom, hogy mint a legtöbb esetben ebben is tévednek, hiszen nem jól értelmezik azt, amit a megváltó tanácsol, amit a megváltó mond, de igazából érthetetlen, hogy hogyan lehet ezt nem érteni, mikor világosan le van írva, hogy mi is az, amire felszólít minket. Ez a Károli féle fordítás, 17-es vers, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Valaki mondhatja azt, hogy egy-egy mondat nem feltétlenül elégséges ahhoz, hogy messze menő következtetéseket levonjunk, azonban szerintem az egyértelműnek kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ez kivétel, ez alól a szabály alól. Ha egyszer azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, akkor ezután nem lehet kihozni a későbbiekből azt, hogy ő eltörölte az ő tevékenységével, az ő halálával, vagy pedig az ő tanításával a törvényeket, hiszen megmondja azt, hogy nem azért jött. Következő mondat, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Még egyszer elmondja azt, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem azért, hogy betöltse. A legnagyobb problémát természetesen ez a szó jelent, hogy betöltsem. Tovább fogjuk olvasni, és visszatérünk ide, azonban annyit megjegyeznék, hogy ha egyszer megmondja, hogy nem jöttem, hogy eltöröljem, és aztán még egyszer megmondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvények profétáknak eltörlésére, akkor a betöltsem nem jelentheti azt, hogy a működésével, a tanításával, vagy pedig a halálával eltörölte azokat, hiszen megmondta, hogy nem azért jött. De így folytatja, hogy esetleg, ha még mindig nem világos, világos legyen. 18, mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik. Szóval világosá teszi, hogy az időkorlát addig tart, amíg az ég és a föld el nem múlik. Mi történik addig? A törvényből egy jóta vagy egyetlen pontoska el nem múlik. Megmondta, hogy nem törli el. Megmondta, hogy nem törli el. Kétszer. Megmondta, hogy addig, amíg az ég és a föld elmúlik, addig mindig lesz törvény. Akkor hogy nem világos, hogy még mindig van, hiszen még mindig van ég és föld? 19-esben pedig figyelmeztet, hogy valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, kik azok, akik ismerik, és megrontják, és úgy tanítják az embereket. Érdemes elgondolkozni ezen. A mennyeknek országában a legkisebb részén valaki pedig cselekszi és úgy tanít, azaz beszél és úgy él. Az a mennyeknek országában nagy része. Zsoltárok Tehelim 85-ös fejezet így szól. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, ez a 10-es vers. Hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Ugye a megváltásról ír Daud. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. 12-es így szó, hűség sarjad a földből, igazság tekint alá az égből. Amíg az ég és a föld el nem múlik, addig mindig lesz törvény. Miért? Mert hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Nézzük meg, hogy mik is ezek a szavak, amikről itt beszél. Az igazság szó, az nem más, mint a héber szó. Strong's H571 MF, melynek jelentése a Strong's definíciók szerint stabilitást jelent. Stabilitást, biztonságot, igazságot, megbízhatóságot. Valami, ami biztosítva van,
ami meg van szilárdítva, hűséges, igaz, biztos, vagy pedig igazság. Általában igazságként használja az írás, de ha megnézzük azt, hogy mi is a jelentése, most már így tudjuk, akkor látjuk azt, hogy stabilitás jelent, hűséget jelent. Valami, ami meg van alapozva, ami biztos, szilárd lábakon áll. Ez az, ami a földből sarjad, ez a hűség. Az igazság pedig az égből érkezik. Ez pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H6664. Tzedek. Tzedek. Melynek jelentése a szótár szerint, a Strong szótár szerint azt jelenti, hogy jobb vagy jó vagy igaz, természetes, morális vagy pedig jogi értelemben. Egyenlőséget jelent, vagy pedig bőséget, illetve egyenlőséget ismét, igazságot, igaz valaki igaz vagy igaztalan, és ez a szó jelentése. Egyenesség a héber kádusi lexikonban, vagy pedig igazság. Ha visszatérünk az emet szóhoz, akkor látjuk azt, hogy ez egy alef, egy mem és egy ta karakterekből áll. Ha ezt megpróbáljuk megfejteni, akkor látjuk azt, hogy az alef nem más, mint egy ökörnek a feje, mely erőt jelent, hatalmat, vagy magát, a teremtőt, Yahuát, vezetőt. Hogyha a következő betűt megvizsgáljuk, a mem, ami a víznek a jelképe, és ez vizet jelent, magát a szót, vagy vért, bármi, ami megtisztít minket, vagy megvált, és a ta pedig ugye a keresztbetett botok, ami egy jelet, jelzést, jelképet, vagy aláírást jelent. És ha összeolvassuk, akkor úgy is értelmezhetjük, hogy Yahuwa az atya aláírása, vagy jelképe, az ige, ami megtisztít minket, a szava. Ez az igazság, ez az, ami megtisztít minket, ez az ő jellegzetessége, ez az ő jelképe, az ő aláírása, ez az, ami tőle jön, ez az ige, ami megtisztít minket és megvált minket. Ez maga az igazság, emet. Érdekességképp még azt elárulom, hogy az aman szó, amiből az emet szó ered, ez a szótöve aman, az pedig szintén az a kifejezés, melyből az amen szó, azaz úgy legyen, amen, ered. Ez pedig egy alef, egy mem és egy nun karakterekből áll. És ha összeolvassuk ezeket a karaktereket, akkor látjuk azt, hogy az alef, ugye az ökörfő, az erő, hatalom, ez maga a Yahuwa vezető, a családfő. A mem, megbeszéltük a víz, ami a szó, az ige, vér, mely megtisztít, vagy megvált. És a nun pedig a mag, mely az élet, a folytonosság, az egy örökös, vagy pedig a fiú, vagy leszármazott. Így tehát az alef, a mem és a nun egész egyszerűen csak Yahuwa, az erő, a vezető, szava, igéje, maga az élet és a folytonosság. Yahuwa, igéje, a folytonosság, az élet. Érdekes az, hogy ha Yahuwa az alef, ugye maga a mag, az a fiú, tehát Yahuwa igéje, a folytonosság, azaz az örököse, a fiú. Ez mind-mind a földből sarjad ki. Ezért mutattam meg, ezért utal vissza arra, hogy ég és föld elmúlik, törvényben egy jóta egyetlen pontocska el nem múlik, minden be nem teljesedik. Ez sarjad a földből. Nézzük meg, hogy mi ez az igazság, mely az égből tekint alá. Ez pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H6664. Tzedek. Tzedek. Melynek jelentése a Strong szótár szerint igaz, vagy pedig egyenlő, bőséges, egyenlő, igaz. Igazságként használja az írás úgy, mint egy morális igazság, vagy pedig úgy, mint a spirituálisan igaz ember, aki igazságot cselekszik, aki az igaz úton jár. Ha megvizsgáljuk a karaktereket, akkor rájövünk, hogy ez egy Szadi, Dalet és egy Kuf.
megpróbáljuk megfejteni, akkor látjuk azt, hogy a CD az maga az út, a jele, tulajdonképpen egy út maga a karakter, ami ösvényt jelent, utat, utazást, üldözni vagy vadászni, és igaznak lenni. Ez maga a kezdő karakter. A Dalet pedig az ajtó. Ez ugye Yahusha, maga az ajtó, ez bejáratot jelent, mozgást, vagy lógást, vagy pedig valami bejutni. Míg a Kuf, az a nap, ahogy a horizonton le vagy felkél, ez kört jelent, körforgást, az időt jelenti, vagy fényt. Tehát, ha ezt a három karaktert összeolvasok, látjuk azt, hogy az út, az Yahusha, maga az ajtó, mely a fénybe vezet. Ez az igazság maga az út, ami Yahushához vezet, az ajtón át, a fénybe. De hogyha úgy értelmezzük, hogy a kívülről haladunk befelé, azaz a Cadi és a Kuf határozza meg az ajtót, vagyis a Daletet, akkor látjuk azt, hogy az út maga és a fény az ajtó, azaz Yahusha. Mindenképpen az igazság az az út, az ajtó és a fény, ahogyan ő azt mondta, ugye Hokkanon János 14-ben, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez maga az igazság szó. Úgyhogy ez mind az, ami a földből és az égből sarjad ki, illetve az égből tekint alánk. Ez az, amire érti az, hogy amíg ezek elmúlnak, addig lesz törvény, hiszen ez az, ami jelképezi az ég és a föld, azok a tanúk számunkra, és Yahuwah számára, akik megfigyelik azt, hogy hogyan cselekszenek az embernek fiai a földön. Ugyanúgy, ahogy Yahusha arról beszél, a Mesiák, a megváltó, hogy az ég és föld az a tanúbizonyság, hogy egyetlen jóta vagy pontocska sem múlik el a törvényből. Ugyanúgy Debarim 4-es fejezet 26-os vers erről beszél. Bizonyságul hívom ti ellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, melyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla. Azért, mert nem követték a parancsolatokat. Ugyanaz az üzenet a Brit Hadasában, az Új Szövetségben, mint ami a Tanákban, az Ószövetségben. Kövesd a parancsolatokat, térj meg, és élj. Ezek után vessünk egy pillantást Matthew 5-ös fejezet 17-19-ig az Easy to Read verzióban, hogy hogyan is szól. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt, vagy a proféták tanítását. Hogyha kijelenti ezt, akkor hogy változtathatja ezt meg bármi más később? Ha ő nem azért jött, nyilván a halála sem azért jött, a cselekedetei, a tanításai, semmi nem azért van, hogy megváltoztassa a mózesi törvényt, vagy a proféták tanítását, hiszen ő volt az a szó maga, ami megtestesült, ezeket képviselte a Földön, nem jöhetett annak az eltörlésére, nem változhatott meg a rendszer. Egy Yahokanon egy leírja tisztán és világosan, hogy ez a szó, ami a mózesi törvény, a proféták és a zsoltárok, ez az, ami testet öltött és eljött, és köztünk járt, akkor nem taníthatott maga ellen. Ellenkezőleg azért jöttem, hogy beteljesítsem. Nem azért jött, hanem ellenkezőleg. Azért jött, hogy beteljesítsem, akkor a beteljesítsem az ellentétét kell, hogy jelentse annak, hogy eltörölni. Akkor hogy gondolhatja az bárki, hogy megmondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem ellenkezőleg, hogy betöltse. Ennek ellenére a betöltse azt jelenti, hogy gyakorlatban eltörölte. Amíg az ég és a föld létezik, a törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, amíg be nem teljesedik mind. Teljesen egyértelmű, hogy mi az üzenete. A törvény sehova nem megy. Egyetlen jóta, vagy egyetlen pontocska, vagy betű. Semmi nem tűnik el a törvényből. Nem szűnt meg a sabát, az ünnepek, a ruházatra vonatkozó törvények, nem szűnt meg az étkezésre vonatkozó törvények, semmi nem változott meg. Egyetlen betű, vagy pont
nem veszti el érvényességét. Nem arról van szó, hogy senki nem tudja betartani, és azt csinálunk, amit akarunk, és ő majd kegyelmet biztosít. Arról van szó, hogy nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye, hanem ellenkezőleg, hogy egyetlen betű, egyetlen pont sem veszti el az érvényességét. Mi az, ami nem egyértelmű ezen? Amíg ég és föld létezik, ez így lesz. Ugyanúgy, ahogy 5 Mózes 4.26, bizonságul hívom ti ellenetek e mai napon a mennyet és a földet. Ugyanezt mondja, ugyanezt ismétli meg itt is. Tehát mindaddig, amíg ég és föld lesz, az ő törvényei mindörökre lesznek, és azokat az embereknek be kell tartani, hiszen ez az ő szövetségének a jele. Nézzük meg azonban, mi történik az éggel és a földdel a jövőben. Ez Jesiahu 51.5-7-ig így szó. Közel az igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek. Engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket. Mi az ő igazsága? Számtalanszor szó volt róla az ő igazsága, a törvények, az ő utasításai, az ő instrukciói, maga a Tora. Erről számtalanszor volt szó, de egyébként, aki nem hiszi el, annak elég leugrani a 7-es vershez, és látjuk azt, hogy hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, akik tudják az igazságot, kik azok, te nép, kinek szívében van törvénye. Ezek azok, akik tudják az igazságot. Akiknek a szívében van a törvény, hiszen a törvény az igazság. Úgyhogy, ha visszaugrunk az 5-ösre, és újra elolvassuk ezeket észben tartva, akkor látjuk, hogy közel az igazságom, kijő szabadításom, karjaim népeket ítélnek meg, hiszen ez a törvényéről beszél. A törvénye az igazság. Ez az, ami megszabadít minket, hiszen eljött hozzánk, emberformájában meghalt a bűnökért, hogy megmutassa az utat. Ő az igazság, az út, az élet. És a karjaim népeket ítélnek meg, hiszen ez a törvény az, ami a népeket meg fogja ítélni. Engem várnak a szigetek, ez ugye mind a pogány. Mind a pogány izraeliták, mind a pogány népek. És karomba vetik reménységüket, ő benne bíznak. Nézzük, mi történik az éggel és a földdel. Ez az időszak ugye nem jöhetett még el, hiszen úgy beszél róla, hogy közel az igazságom, kijő a szabadításom. Ez egy jövőbeni profécia. Emeljétek az égre szemeiteket, nézzetek a földre ide alá, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek. Azaz, amire utalt Máté 5-ös fejezetben, az ég és a föld elmúlik, el fog múlni, azonban még nem múlt el, hiszen még ott van mindenki, ha kinéz, akkor látja, hogy az ég és a föld ott van. Így a törvényből egyetlen betű, vagy pontoska sem veszett még el, és vesztette érvényét. Azonban eljön az idő, amikor meg fog avulni és el fog fogyni az ég. És a lakosai hasonlóképp elvesznek. De mi történik? Szabadításom örökre megmarad, igazságom meg nem romol. Mi az ő igazsága? Mi az ő szabadítása? Mi alapján ítél? Az ő törvénye alapján. Az ő szabadítás örök, és az igazsága meg nem romol. A törvény soha el nem múlik. Még akkor sem, amikor a föld és az ég eltűnik. Hiszen az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, a lakosai elvesznek, de a szabadításom örökre megmarad, az igazságom meg nem romol. Tehelim, Zsoltárok 119.142, a te igazságod igazság öröki, a te törvényed igaz, az ő törvénye, maga az igazság. Remélem világos az, hogy az ég és a föld hamarabb fog eltűnni, mint az ő igazsága, ami a törvény. 7-es, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Azokhoz szól, akik értik a szavát, akikre nem igaz az, hogy örökké tanulnak és soha nem értik meg az igazságot. Hanem azok, akik tudják az igazságot. Kihez szól? Te nép, ahhoz a néphez, akik megértették. Kik ezek? Kinek szívében van a törvényem, aki úgy él, ahogyan azt ő mondta. Az ő törvényei nem mennek sehová, soha örökké. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek. Ne féljetek attól, amit most mondanak, hogy ez átok, ez megváltozott, te nem érted,
ez egy másik szellemiség, és ez rabság. Arról beszél, hogy ne féljetek ezektől az ostobáktól, az ő szidalmaiktól, kétségbe ne essetek. Ez az igazság, az ő törvénye a szívében, amiből semmi meg nem változik. Soha. Hiszen ő ezt megmondta, hogy az ő szava örök. A szabadítása örök, az igazsága meg nem romol. Úgyhogy ne is foglalkozzon senki azzal, aki ez ellen beszél bármit is. Ne féljen a gyalázattól, vagy a kétségbeeséstől. Járja az utat továbbra is. Második Péter, második Kefa, második fejezet, 1-2 vers így szól. Valának pedig hamis proféták is a nép között akkor, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók ma, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Hogy lenne eretnekség, Jahuha szava, az ő ítéletei, az ő törvénye, az ő parancsolatai, a mózesi törvények, a proféták és az oltárok, hogy lehetne ez eretnekség? Akkor valami másnak kellene lenni a hamis profétának, vagy a hamis tanítónak. De megmondja azt, hogy ki a hamis tanító, és elmagyarázza, hogy hogyan lehet ezeket megismerni. És ez így szól. És Jahuát, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Azok, akik ma nem is foglalkoznak magával, az atyával, Jahuával, a teremtővel, csak és kizárólag arról beszélnek, hogy ők imádják Jézust, ők szeretnek mindenkit, elfogadnak mindenkit, nekik mindent lehet. Ezekről beszél, azokról a több milliárd emberről, aki elfeledkezett róla. Aki megváltotta őket, az nem más, mint maga az atya, Jahua. Honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy megmondta, hogy ő az. És nincsen más. Jesiahu 44.6-tól 7-ig így kezdődik. Így szól Jahua, Izraelnek, Izraelnek királya és megváltója. Miről beszél itt Péter? Az, hogy megtagadják azt, aki megváltotta őket. Ki ez? Jahua, Izrael királya, a seregek hatalmasága. Én vagyok az első, én vagyok az utolsó, és rajtam kívül nincsen Elohim. És ki hirdetett hozzám hasonlóan? Jelentse meg, és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtén. És jelentsék meg a közeli és a távoli jövőt. Ki az, aki hozzá hasonló? Én vagyok az első és az utolsó, és rajtam kívül nincsen Elohim. Ez Jahua, Israel, Izrael megváltója. Ez az, akit megtagad ma mindenki. Ezek a hamis proféták, a hamis tanítók, és ezek azok az emberek, akik önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak azzal, hogy megtagadják azt, aki valójában elküldte az ő szavát, hogy megváltson mindannyiunkat. Így folytatja Jesiahu 44-es, 23-as, 24-es vers. Örüljetek egek, mert Jahua végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, egek és földek, föld újra. Újjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa. Ugyanúgy, ahogy erre utal Jahusa, hiszen ő volt Jahua szava. Ugyanúgy, ahogy itt Jahusa beszél, ugyanúgy Jesiahu 44-esben is ugyanaz a karakter beszél, csak egy más formában. A kettő egy és ugyanaz. Mindig is Jahua szava volt az, aki az emberekkel kommunikált, aki közvetített, aki lejött, aki köztük járt, aki vezette őket, aki az égő csipkebokorban volt. Mindig egy és ugyanaz a karakter volt, és ez az, akit az úgynevezett új szövetségben Jahusa Hamásiáknak vagy Jézusnak ismer a világ. Ez az, aki beszél. A kettő, az atya és a fiú egy egységet alkot, de nem egy és ugyanaz. Ő az, aki beszél itt is, mert megváltálja Hua Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Ő a megváltó. Ez az, akit megtagad az az ember, akik az eretnekséget becsempészik, és akik hamis tanítók és proféták. Tudat alatt megtagadja mind a kettőt, hiszen megmondja, hogy én és az atyám egy vagyunk, hogy én az atyám szavát hoztam, hogy én az ő dicsőségét hirdetem. Aki megtagadja az egyiket, az megtagadja a másikat. Mindenki, aki nem követi az utat, ami az ő parancsolatai, törvényei, rendelései, a Tora, az mind megtagadja őket. Erről beszél. Így szól Jahua, megváltód, 24, és alkotód anyád méhétől fogva. Én vagyok Jahua,
aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól. Ő a megváltó. Ez az, aki az Ószövetségből beszél, ugyanúgy, aki az Új Szövetségben beszél. Hiszen ő, Jahua, az atya szavát közvetíti az emberek felé. Mindenki, aki nem úgy jár, hogy ő megtagadja azt, aki valójában megváltotta őket, aki nem más, mint az atya. Hiszen ő küldte el a szavát. Ő az, aki az egész rendszert kitalálta. Ő az, aki megváltást ígért és adott az egész világnak. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Onnan, hogy Jesiahu 48-as fejezetben elmagyarázza 16-tól 18-ig. Így szól, közelegjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam elejétől fogva titkon. Nem megmondta az elején, hogy mi lesz a vége. Az egész könyv erről szól. Minden példázat, az állatok, az élőlények, az emberek közti kapcsolat, a történetek, amelyeket elmesélt nekünk. József története Egyiptomban. Minden ezt vetítette előre, hogy el fog jönni az ő megváltója, akit már az elejétől kezdve próbált az emberiségnek bemutatni. Csak nem értették azokat a parabolákat, vagy azokat a hasonlatokat és példabeszédeket, amelyeket ma sem értenek. Ez az elejétől fogva így volt, ez volt a terv. Ezért mondta az előbb, hogy én vagyok az, aki a kezdetektől megmondom a véget. A két karakter, az atya és a fiú így működött együtt. Az atya képviselője volt a fiú a földön. Ő az, aki elhozza az üzenetet. Ő a megváltó. Az atya és a fiú egy egységként működik, de nem egy darab karakter és több része annak. Mióta ez történik, ott vagyok. És most Jahua Elohim engem küldött, és az ő lelkét. Ez maga a Jahusák másiák. Az Új Szövetségben itt azonban Jahua angyala, a Malák Jahua, az ő szavának képviselője. Ő az, aki beszél. Közelegjetek hozzám. Így szól Jahua megváltód, és jelenleg szentje. Én vagyok Jahua, a te hatalmasságod. Kitanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, melyen járnod kell. Ki az út, az élet és a világosság. Jahusá Hamásiák. Ki az, aki tanít? Az atya a fiún keresztül mindvégig az egész könyvben. Miért változott volna meg, hogy mit kell csinálni, mikor semmi ok nincs rá, hogy megváltoztassa. Hiszen ez működött azoknak, akik ezen az úton akartak járni, akik hallgattak a tanításra. Így szól Jahua, megváltod. Ki az, akit megtagadnak? Az, aki megváltotta őket. Ki váltotta meg őket? Itt olvassuk, hogy Jahua Elohim engem küldött és az ő lelkét. Ki ez? Jahusha Hamashiach és a Ruach HaKodesh, a Szentlélek. Jahua így szól a megváltott Izraelnek hatalmassága. Én vagyok Jahua, a te hatalmasságod. Kitanítalak hasznosra és vezetlek oly úton, melyet járnod kell. Ő a megváltó, a fiún keresztül. Ezek az mindenkit megtagad az, aki nem jár ezen az úton, amit ők kijelöltek számára. Hiszen ő az, aki tanít, és ő az, aki vezet az úton, amelyen járnod kell. Mit mond második Péter? És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Az az út, melyet ezek próbálnak nekünk megtanítani az egész könyv során. Tanít a hasznosra, vezet oly úton, melyet járnod kellene. Mit csinálnak ennek ellenére az emberek? Megtagadják, aki megváltotta őket, és káromolják az igazság útját. Azt az utat, melyet ők próbálnak tanítani nekünk mindvégig a könyv során. Mire figyelmeztet? 18-as vers, Jesiahu 48. Vaj, ha figyelmeztél volna a parancsolatimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, igazságod, mint a tenger habjai. Miért? Azért, mert a békesség és az igazság az ő parancsolataiban van. Ez az, amit szeretett volna tanítani. Ez az út. Ez az az út, amelyet ezek az emberek káromolni fognak. Illetve azt csinálják folyamatosan ma. Hogy ez rabság, ez átok, ezt nem lehet csinálni, senki nem tud, el kellett törölni, hogy most aztán itt káosz legyen, meg anarchia. Én csak remélni tudom, hogy értelmet ad legalább néhány embernek, hogy megértse azt, hogy mennyire egyszerű az üzenete a könyvre. És hogy mennyire mindig ugyanaz volt. Nem véletlenül mondja ugyanazt folyamatosan reggeltől estig.
A törvényből egy jóta, egyetlen pontocska el nem múlik. Mire figyelmeztet Péter, az igazság útja káromoltatni fog. Mit mond Jesiahu? Vaj, ha figyelmeztél volna a parancsolatimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, igazságod, mint a tenger havjai. Én tanítlak meg a hasznosra, és vezetlek oly úton, melyet járnod kell. Ez az igazság útja, az ő parancsolatai. Ezt mondja Péter, hogy ezek a hamis proféták az igazság útját káromolni fogják. De aki nem hiszi el nekem, hát ha elhiszi Daudnak, vagyis Dávidnak. Tehelim 119.30.34. Az igazság útját választottam. Mit választott? Azt, amit ezek az emberek káromolnak. Azt az utat választotta, melyet kijelölt Jahua. Amire tanít, mert az hasznos, ez az út, amelyen ő vezet, mert ezen kell járnod. És ezt mondja a megváltód, ezt mondja Jahua, a te hatalmasság. Ha figyelmeztél volna a parancsolatimra, akkor azon az úton jártál volna. Ha azon az úton jársz, amin vezetlek, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, igazságod, mint a tenger habjai. Akkor nem káromolnád az igazság útját. Mi az igazság útja? Elmondja Daud, az igazság útját választottam, ő ezt választotta. A te ítéleteid forognak előttem, ez az igazság útja. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, nem ez nem egy átok. A te parancsolataidnak útján járok, akkor ez nem rabság. Taníts meg, Jehova, a te rendeléseidnek útjára. Ő nem káromolja, oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet. És megtartsam azt teljes szívemből. Ez az igazság útja. Ez az, amit ezek az emberek káromolni fognak. Megtagadván ezzel a megváltót, megtagadván ezzel az ő messiáját, az ő felkentjét, és ezáltal hirtelen veszedelmet hozva magukra. Így működik a két könyv együtt harmóniában. Egyet olvasva az ember nem érti meg az üzenetet. Hiszen a Tanakh megmutatja az utat, a Britkarasá megmutatja a hitet. Ezt foglalja össze Zsoltárok nagyszerűen. Az igazság útját választottam, az ítéleteid, a bizonságaid, a parancsolataid, a rendeléseid, a törvényeid. Ez az igazság útja. Mit csinál? Megtartsa teljes szívéből. Ez foglalja össze a két könyvet, ez a négy vers, a öt vers a legnagyszerűbb. Jár az igazság útján, teljes szívéből. Nem ez az üzenet? Nézzük meg Jesiahu 49-es fejezetet, ahol még világosabb lesz az, hogy az atya és a fiú egy egységben működik, és a kettő két különböző karakter, és nem egy. Az atya hatalmasabb a fiúnál, ahogyan azt megmondta Jehusa. Kettő nem egy, és ugyanaz, a fiú nem az atya a földön, és a többi. A fiú képviseli az atyát a földön, az atya pedig ezt az egész rendszert irányítja az égből. Az első számú közvetítő közte és a világ között az, akit Jehusach másiáknak hívnak, akit elküldött testben, ugyanez az angyal, a Mlák Jehua, aki irányította Jisraelt és irányította az egész életet tulajdonképpen a Tanákban. Jesiahu 49.1-8-ig így szól, hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távolvaló népek. Ez egy felszólítás mindenkinek. Anyám méhétől hívott el Jahua, anyámnak szíve alatt már megemlékezett nevemről. Ki az, akinek a nevéről megemlékezett már a születése előtt? Matikiahu 1-es 20-23, mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme Jahuának angyala álomban megjelenik néki mondván. Jehuszef, Daudnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, Mirjamot, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, Ruach HaKodes által van, Szentlélek által van. Szül pedig fiat, nevezd annak nevét Jehusának, Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nem erről beszéltünk mindez idáig, hogy ki a megváltó, ki az, aki megszabadítja. Jahua küldi el az ő fiát, és így megváltja a világot. Ugyanez az, aki itt beszél hozzánk. Hasonlóvá tevés számat az éles kardhoz keze árnyékában rejtett el engem, fényes nyillá tett engemet, tegzébe zárt engem. Ő az, aki az ítéletet végrehajtotta. Ő az, aki elhozta az ő üzenetét. Honnan tudjuk, hogy ő az, Jelenések könyve Hégalú, második fejezet 12. Pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van.
Ugyanaz a kétélű éles kard, amiről itt beszél. Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz. Miért? Mert a szó az, ami megítéli az embert. Ez az az éles kard, ami az ember emlékezetébe juttatja az, hogy jó vagy rossz úton jár. Ez az, ami figyelmezteti az ember. Avri zsidókhoz 4-es 12 így ír, mert Elohim beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Azért, mert ha ismeri az ember, akkor érzi az belül, hogy jó úton jár vagy sem. Ez az a szó, ami élesebb minden kétélű fegyvernél. Ez az ő szája éles kard. Ez az a kard, hiszen ez az a szó, ami abból kijön. Ami élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívig, és a lélekig, és egészen a legbelső részéig az embernek. Amikor ismeri. Ez az, ami megítéli a világot, ez az, ami tanít, ami vezet az úton. Ez az a szó, aki szól hozzánk itt, Jesiáhu 49-es fejezetben. És mondd nékem, szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőülök. Ugye ez a nép arra való, hogy hirdesse Jahua az Atya dicsőségét, hogy úgy él az ő törvényei szerint. Így alkot a kettő egyet a fiú, aki az ő törvényei, az ő szava, képviseli az Atyát, elhozza az üzenetét, átadja Izraelnek, Izrael továbbadja a világnak. Így működik, így egy egység az úgymond gyülekezet. Úgy, hogy az Atya elmondja a fiúnak, a fiú elmondja Izraelnek, ők már hozzáadnak, és aztán a keresztények elkezdenek egy teljesen új rendszert, az nem egy egység. Az Atya nem fog megváltozni azért, hogy valaki hurkát tudjon majszolni a piacon vasárnap. Négyes vers. És én mondám, ki ez, aki mondja? Akinek a száját hasonlóvá tette az éles kardhoz. Akit az anyja méhétől hívott el Jahua. Ez az, aki mondja, hiába fáradozta. Miért? Mert ő volt az, aki lent volt a földön, aki vezette őket, aki próbált tanítani. Ő volt az, akire azt mondta, hogy ne cselekedj a szava ellenére, mert megbüntet. Ő volt mindvégig az. Ez nem az Atya mászkált a földön, hanem ez a két karakter alkotta egységből az egyik, aki a földön képviselte az Atyát. Akinél az Atya hatalmasabb. Ez az, aki mondja, hogy hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. Mert nem értették meg, hogy mit kellene csinálni. De Jahuánál van ítéletem és jutalmam a hatalmasságomnál. Miért? Azért, mert ő úgy élt. Ő az, aki eljön majd. Testben ő az, aki feláldozza magát, és ő lesz az első azok közül, akik feltámadnak, és Elohim, vagyis az Atya mennyei templomában fog tevékenykedni. Ugyanúgy, ahogy ő volt az első a teremtés elején, ugyanúgy most is ő az első. Ötös, és most így szól Jahua, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott. Honnan tudjuk, hogy nem Izraelről beszél, annak ellenére, hogy azt mondja, hogy szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőülök. Honnan, hogy így folytatja, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Nem lehet Izrael, aki megtéríti Jákobot, aki Izrael, és Izraelt magához gyűjti, aki Izrael. Jahusa Hamásiák, aki eljön, megtéríti Jákobot, visszahozza az elveszett bárányokat Izraelt, és elterjeszti az utat az egész földön. Hiszen tisztelt vagyok Jahua szemeiben, és erősségem az én hatalmasságom. Jahusa Hamásiák az Atya Jahua akaratát teljesíti, ezért mondta az, hogy ez az én egyetlen fiam, akiben gyönyörködöm. Tisztelt vagyok Jahua szemeiben. Miért? Mert úgy él, mert azt csinálja, amit Jahua neki átadott, és ezért Jahua az erőssége. Ugyanúgy, ahogy mondta, járj az úton, és én majd intézem a dolgaid. Hatos, így szól. Kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jakob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Jahusa Hamásiák az, aki elterjesztette
az utat az egész Földön. Aki megmutatta, hogy mi az igazság útja, és hogy kell járni azt az embernek teljes szívében. Nézzük, mi az, amit ez a karakter szól hozzánk. Így szól Jahuva Izrael megváltója, szentje. Ki az, aki második Kefa, második Péter 2.2-ben, akit megtagadnak? Azok, akik hamis eretnekséget hoznak be, akik megtagadják, akit megváltotta őket. Ki az, aki beszél? Jahuva Izrael megváltója, szentje. A megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látjátok, királyok, és majd fölkelnek fejedelmek, leborulnak Jahuáért, aki hűséges, Izrael szentjét, aki téged elválasztott. Így szól Jahuva. Jó kedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek, megtartanak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kihozd az elpusztult örökségeket. Jahusák másják az ő szava, aki uralni fogja a földet, aki ott lesz a jelenlegi formájában, ő fog uralkodni az egész földön. Ő az, aki újraépíti a földet, és kiosztja az elpusztult örökségeket. Ezek azok, akiket megtagad mindaz, aki nem azon az úton jár, amit ők kijelöltek. Hiszen az ember cselekedetei azok, amik mutatják, hogy merre van a szíve. Ezért mondja azt, hogy az igazság útját szívével, teljes szívéből kövesse az ember. Ezért mondja azt, hogy akik igazak, azoknak a törvény van a szívében. Ezért beszél állandóan a törvényről. Aki megtagadja az atyát, megtagadja a fiút, aki nem jár az úton, nem úgy él, aki nem követi az ő instrukcióit, az mind megtagadja. Azok az emberek, akik a hamis tanítókat, hamis profétákat követik, mind ezen az úton járnak. Akik káromolják az igazság útját, mi az? Megbeszéltük, hogy mi az igazság útja. Ezek az emberek mind megtagadják azt az egységet, amely megváltotta őket. Az atya indította, a fiú kivitelezte, nekünk pedig követnünk kellene ezt a mintát. Második és a következő és egyben befejező részben pedig meg fogjuk nézni azt, hogy mi is történik, amikor új ég és új föld keletkezik, hogy vajon megváltozik-e az egész rendszer, illetve hogy egyáltalán megváltozott. Természetesen tudjuk, hogy nem, de szeretném megmutatni mindenkinek az írásból, hogy miért is fontos, ha még eddig nem derült ki az, hogy a teremtő instrukciói szerint éljünk. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja!